Ahogyan egyik műsor a másik után képernyőre került, voltak olyanok is, akik csendesen elköszöntek tőlünk, de hisszük, velük is újra találkozhatunk az örökkévalóságban. Addig is szeretettel gondolunk rájuk, és őrizzük szeretetteljes emléküket. Így van ez a néhai dr. Buscsa Dezső lelkipásztorral, az Erdély Református egyházkerület egykori püspök helyettesével is, akinél elhunyta előtt, néhány héttel forgattunk. Itt tartom Dezső frissen megjelent könyvét a kezemben, és egy névtelen lelkész tanítvány méltatja, már nem is csak a kötetet, hanem elsősorban a kötet íróját, Polihisztornak nevezi, lelkipásztor, püspök helyettes, misszionárius, ugye iszákos mentő misszióra gondoljunk, tanár, édesapa, nagyapa, és folytathatnánk a sort. Arra lennék kíváncsi, hogy minek tartja magát leginkább. Hát én leginkább bolytárnak tartom magamat a jó pásztor mellett, aki mellett megadatott nekem, hogy nem is egyféle, hanem többféle misszióban vehettem részt. Pár, jó pár évvel ezelőtt egy idősebb szolgatás azt kérdezte tőlem, hogy na és a mindennapi szolgálat mellett mivel foglalkozós? Mondtam, hogy tanulom az ABC-t. Ez mit jelent? Mondtam, hogy alkoholistákkal, börtöntöltelékekkel és cigányokkal foglalkozom utólag még bejöhetnek a dohányok is, sok is hogy ABCD legyen. Tehát megadatott nekem, hogy a változás után bejárhassak a Marosvásárhelyi börtönbe igeit hirdetni. Megadatott nekem, hogy mentőv néven 93-ban megalakíthattuk az Alsóvárosban az Iszákos mentőmissziót, akkor még csak Kolozsváron volt egy kezdeményezés, ez a második volt a miénk. És megadatott az, hogy cigányokkal is foglalkozhattam egészen a cigány szentírásnak a megalkotásáig. Lövészárokban a, lövészárokba a katona egy hívő és egy hitetlen egymás mellett, az egyiket sebesülés éri, és a másik, aki mindegyre győzködte őt a hitről, a szerencsétlen sebesült, ugye lázban, hideglelésben, miben gyötörödik, és azt mondta, hogy vizet kérek, hozott neki fázom, ráterítette az ubonyát. Na most beszélhetsz nekem arról a Jézusról, akiről eddig beszéltél. Tehát nagyon fontos ez, hogy felvegyük a testi gondot is, és ezzel mutassuk ki a szeretettel az evangélium lényegét. Úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Most már távolról szemlélem a dolgokat. Köszönjük szépen! Jó Isten áldja meg! Köszönöm. Feltámadás, jó reménységét, majd pedig bizonyosságát kívánom. Köszönöm szépen, hasonlóképpen én is ezt kívánom, és a, a televízió nézőinek is természetesen. Egy öreg embernek a végső üzenete, hadd ugye. <laughs>